Harmadik kötet! 74. fejezet. Egy katona emlékiratai. Elkezdem a diktálást. Elérkezett az ütközet napja, felállítom a csapatom. Ezt a csatát jegyezni fogja a történelem. És én azt akarom, hogy úgy emlékezzenek rá, mint a legnagyobb mészárlásra. Felkaptuk a bajonetteket, az ellenség most megismerheti, hogy milyen a jó öreg angol acél. Stankai István, Roger Moore, Láng József. Minden lében két kanál. Haláleset a családban. Két szerepében Diane Cilento, Piros Ildikó. Roland, Denholm Elliot, Perlaki István. Kész hercege, Roland Calver, Kun Vilmos. Forgatókönyv, Terry Nation. Rendezte, Sidney Hayers. Pihenj békességben. Béke poraidra. Ő a nagybátyám Lance. Ne beszélj. Lance bácsi néhány évvel ezelőtt megörökölt egy egész szeszfőzdét. És azóta szinte nem is lehet józanul látni. Mondom, ne beszélj. Egészségedre. Az admirális nagybátyám híres tengerész volt. De már attól is tengeri beteg, ha vizet lát. Angus nagybácsikám. Kár, hogy nem hoztam el magammal a tutám. Ó, micsoda búcsúztatót játszottam volna neked. Miért mászkál a bácsikád szoknyában? Igen. Ő pedig Roland kuzinom, a család Ausztráliai ágából. Igen. Amolyan zsíros fajta. Most én jövök. Ne vedd ilyen nagyon a szívedre. Nem veszem, csak a liliomoktól szörnyű szénonátán van. Nos, milyen tisztelt lordom, végeztünk is. Gratulálok önnek, remek koporsót választott, a legjobb angol tölgy, remek kidolgozás, évszázadokat is kibír. Remélem, Sir Randolph is elégedett. Szerintem
A bácsikádnak nem volt valami sok barátja. Tényleg nem. Nagyon magának való ember volt. Főleg azóta, hogy olyan dicstelenül menesztették a hadseregtől. Miért? Mit csinált? Ó, hát rátört egy nagy német katonai raktárra. Felrobbantott 3 lőszellerakatot, 6 tankot, és megölt, illetve megsebesített úgy 350 németet. És ezt mind egyedül csinálta? Mhm. Kitüntetést kapott érte? Nem. A háborúnak már 3 hónapja vége volt. Ja, nem kellene így dohányoznod. Miért? Egy kis hamu a hangvak mellett elfér. Mondd, az összes Sinclair-t ide temetik? Nem, csak azt, amelyik meghal. Befejeznéd a hülyéskedést, itt nem illik tréfálkozni, és különben is komolyan szeretném tudni az angol főnemesség temetkezési szokásait. Na. Minden családban más a hagyomány. Mi Sinclair-ek például mind itt végezzük. Ez itt az én helyem. A születésem napján jelölték ki nekem. Hát ez nem egy napos oldal. Itt nem illik tréfálkozni, Daniel. Gyere, iszunk egyet a herceggel, aztán visszamegyünk a városba. Mi már itt sem vagyunk. Roló azt mondta haza. Örülök, hogy találkoztunk, Onslow. Roland bácsi. Roland? Onslow, nagyon örvendek. Várj csak, lordom, én inkább itt maradok. Egy menj csak be és búcsúzz el, megvárom. Rendben, azonnal jövök. Jó. Hú, de egy buccas népség. Helyes. Nem egy Adonis, de helyes. A nevem Kate. Értem. Kate Sinclair, Brett unokahúga. Részemről szerencse. Brett sokat mesélt már önről. Hát azt nem hinném. A női Sinclairek nem fontosak. Csak a férfi ág az, ami lényeges. Mivel foglalkozik? Detektív történeteket írok. Méghozzá jókat. Ezért vagyok itt. Tudja, Sir Randolphot meggyilkolták. Én pedig attól tartok, hogy a gyilkos olvasta a második regényemet. A gyilkosság színhelye... Daniel! Egyezik. Igen, persze, hogy ne. A nagybátyám ő kegyelmessége kész, hercege. Üdvözlöm, uram, nagyon örülök. Nagyon bosszantó, hogy ahányszor csak meghal valaki a családban, megváltozik az utódlás sorrendje. Módosítani kell a feljegyzéseket és az öröklődési vonalat. Vigyázzon! Jaj! Atya, úristen! Menjünk be, bácsika! Danny arra ment a park felé! Foglaljon helyet, bácsikám. Nem, tökéletesen érzem magam. Nem történt hát semmi. Hát majdnem agyonütötte az a kőváza. Az én hibám. A gondok már évek óta nyaggat, hogy az a melvét pocsék. Ön szerint baleset történt? Persze, hogy baleset volt. Mi más lehetett volna? Nem. Csak nem azt akarod mondani, hogy valaki szándékosan lökte le onnan, ugye? Na nem, két kedvesem, nem hoznál nekem egy már pár brendit az ügységre? Töltenél egyet nekem is? Persze. Megkeresem Danielt. Hol voltál, Lenz bácsi? A kertben mászkáltam egy kicsit, fiam. Mi történt azzal a virágtartóval? Lezuhant. Na hát, bárkit megölhetett volna. Oh, köszönöm, kedves. Egészségedre. Megnézem, hol van Daniel. Veled megyek, várj. Parancsolj, Lenz bácsikám. Egy kicsit hagyja hercegnek is.
Daniel! Danny! Danny! Legalább életben van. És egy lúdtojási puff van a feje búbján. Az első szava az lesz, hogy hol vagyok. Nem. Az, hogy mi történt. Danny! Ki ütött le? Lettünk. Kelj föl, segítünk. Jöjjön. Láttál valamit? Nem láttam semmit. Legalább jó nyomon járunk. Gyere, gyere, nézzünk körül. Menjünk. Tudsz járni? Persze, nincs semmi bajom. Még több haláleset is lesz a családban, ez egész biztos. Szerintem meg egyszerűen csak elragad a képzeleted. Túlságosan sok krimit írtál. Parancsolj, először Sir Randolph, most az admirális is, a kővázat titeket is megölhetett hiszek volna. Hiszek a véletlenekben, de ez azért egy kicsit már sok. Jól van, de hát mi az indíték? Az egyik könyvem éppen erről szól. Egy előkelő családban egy oldalági leszármazott megöli az öröklésben előtte állókat a címkedvéért. Végül az övé lesz a hercegi cím és a vagyon. De hát ez nevetséges. Én vagyok a következő a sorban. Így előbb meg kell ölni a... Jaj, de nevetséges. Igen. Leesett neki. Ugyan. De számításba kell venni, mint lehetőséget. Nem. Egyszerűen lehetetlen. Lássuk csak, kik voltak ma ott a temetésen. Roland. Roland a sorban a hetedik. Tehát 7 embert kell megölnie, hogy övé lehessen a cím. 5 kell megölnie. Sir Randolph és az admirális már halott. Összesen, akkor is 7. Anslónak 4 kellene megölni. Lensznek pedig csak 3 áll útjában. Én, de várjunk csak. A memóriám már nem a régi, de nem számít, mert itt a lexikon. Lássuk, mondjuk a 3. unoka testvéremet, Winslow-t. Ő a 137. a sorban, úgyhogy 137 embert kell megölnie, hogy övé legyen a hercegi cím. Lehet, hogy egy nagyon ambiciózus rokon. Ambiciózus? Ez nem ambíció lenne, hanem háború. Más magyarázatnak kell lennie. Ó, kedves lordom, pardon. Tanulmányozd. Csinálj, amit akarsz. Mi meg elmegyünk vacsorázni, szereti a kínait. Ő ki nem állhatja. Nem akarsz eljönni velünk egy kínai étterembe, ugye? Köszönöm, hogy ilyen kedvesen hívtál, hogy csatlakozzak hozzátok, de talán majd legközelebb. Gondoltam, jó mulatást. Kinek a kocsijában az legyen? Enyémmel. Abban katapultülés van. Hello. A herceg? Én? Sir Angus? Sir Randolph? Az admirális? Lance? Anslow? Mondd, hogy félsz! Még félsz attól, hogy kimutasd azt, amit érzel! Ne félj! A szívem rád talál! Anslow, Brett vagyok. Ne haragudj, hogy zavarlak, de amikor a temetés után elmentél Rolanddal, ti ketten végig együtt voltatok? Igen, Brett. Roland hazafuvarozott. És egy percre sem váltatok el? Nem, egy pillanatra sem. Egész addig együtt voltunk, míg ki nem tett a ház előtt. Nem fontos az egész. Igen, és viszlát? Viszlát. Thank you.
Köszönöm. Megevett 6 pekingi kacsatálat körettel. Nem mindig ilyen sokat eszik? Csak amikor boldog vagyok. Hát, akkor most nagyon boldog, elképesztően boldog. Kilökte le a virágtartót? Gyanakszik valakire? Nem, senkire. És ön? Azokra, akik korán elmentek. Anszló és Roland. Igen. Együtt mentek el a hercegtől. Együtt. Viszont utána szétválhatnak, és az egyikük visszajöhetett. Nem kizárt. Ezt azonban könnyen ellenőrizhetjük. Ha mindketten azt mondják, hogy végig együtt voltak, akkor nem ők voltak. Így van. Hol találjuk őket? Nem lesz nehéz dolgunk. Anszló itt lakik a sarkon. Meglátogathatjuk. Hazafelé. Ez az. A fehér épület alaksorában. Várjon még itt. Ne menjek én is? Ne, maradjon. Aszlónak látogatója volt. Mi ez az egész? Mit csinálhatott nála? Menjünk vissza körülnézni. Ne! Kedves gesztus, Lord Sinclair. Anszlónak a zene volt az élete. Lordságod elnézését kérem, de jobb mindenre felkészülni. És ingekről is gondoskodjon. Köszönöm. Daniel, ez az úr nem szabó. Gondoljuk át még egyszer a helyzetet. A herceg gyanú felül áll. Igen. Utána jössz te. Igen. Őt hogy hívják? Sir Angus. Sir Angus sem lehet a gyilkosuk, mert értelmetlen lenne, ha az utódlásban mögötte állókat kezdeni el írtani. Ezek szerint 1, 2, 3, 4 potenciális áldozatunk van. Olyan megnyugtató veled beszélgetni. Igen, és van 3, 1, 2, 3 hullánk. Ez azt jelenti, hogy a gyilkos valahol itt van. Hát választékunk bőven van. Egy gyilkos és az összes többi, ahogy két az előbb megfogalmazta, potenciális áldozat.
Na és mit akarsz tenni? Ülsz a babériaidon és várod, hogy eltegyenek az úrból? Fogalmam sincs, hogy ezen kívül mit tehetnék. Mit szólnál, ha testőrködnék egy kicsit? Mind a hárman vállalunk magunknak egy közeli családtagot, és éjjel-nappal a nyomában leszünk. Há, ez egy zseniális gondolat. Senki sem mer majd mozdulni, mert valamelyikünk mindig mellette lesz. Akkor tessék, a tiéd Sir Angus, az enyém Lance, a magáé meg Roland. Remek! Mi a baj? Nem tetszik valami? Nos, az jó ötlet, hogy a lehetséges áldozatokkal vagyunk. De könnyen lehet, hogy az egyikük a gyilkos. Ezt nem mondhatod komolyan, Kate. Miért akarna engem megölni valaki? Hogy eltávolítson az útjából, és végül ő örököljön mindent. Hát ez meg micsoda? Egy zulu harcos fegyvere. Tényleg azt hiszed, hogy képes valaki gyilkolni egy cím megszerzéséért? Őszintén szólva igen. De itt nem csak címről van szó, hanem vagyonról is. Földekről, ingatlanokról, műkincsekről és készpénzről. Itt több millió fontról van szó. Igen, ebben a megvilágításban már nem is tűnik olyan abszurdnak a dolog. Mit csinálsz ki? Oh! Ezzel óvatosan kell bánni. Ez egy paritja, ugye? Igen. Állítólag ezzel ölte meg Dávid, a hatalmas Góliátot. Á, nem is tudtam, hogy érdeklődsz az ilyen típusú tárgyak iránt, Roland. Akkor kezdődött, amikor Ausztráliába mentem. Az őslakosok ott még ma is olyan fegyvereket használnak, mint a kőkorszakban. A primitív fegyverek terén nagy szakértelmet szereztem. Ne, ahhoz ne nyúj! Ez egy dél-afrikai mérgezett hegyű fúvódárda. Egy karcolás, és pár másodpercen belül halott vagy. Jobb, ha inkább kipakolok. Igen, valóban. A szobád a lépcsővel szemben van. Köszönöm. Mondd csak, a családban kinek van még ilyen védőangyala? Brett Angus bácsira vigyáz. Aha. És Danielnek van a legnehezebb dolga. Neki Lance bácsikánk jutott. Lance bácsi. Lance bácsi. Lance bácsi. Ez az épület egy valóságos erő. Itt tényleg biztonságban vagyunk, úgyhogy nyugodjon csak meg. Igyunk egyet. Kóstolja meg, én magam készítettem. No, mit gondol róla? Szép színe van. Na és milyen? Nagyon kellemes, de talán nem elég testes, viszont ettől függetlenül igazán finom. Én is ezt teszem. Isza? Persze csak kötelességből, mert ugye a bort készítek. Ez nagyszerű. Évek óta az a célom, hogy megpróbáljam megcsinálni a legjobb, a legízletesebb, a világ legtökéletesebb borát, de eddig még nem sikerült. Nem akarja megpróbálni szőlőből? De most talán igen? Közel járok hozzá. Aha. Jöjjön csak. Lássuk. Ennek az erjesztő kárnak a tartalma nagyon ígéretes. Csak nem akarja ezt meginni. Ó, most még természetesen nem. Aha. Még hagyom egy kicsit érni, lágyulni. Nem, eszembe sincs hozzányúlni egészen holnapig. De büdös. Ellenőrizzük a biztonsági óvintézkedéseket. Mondja csak, nem maradhatnánk itt éjszakára? Zseniális ötlet. Nem, ez nem lesz jó. Nekem vigyázom kell önre, nehogy baja essék. Muszáj józannak maradni. Nem ihatunk egyfolytában. Tökéletesen igazam. Csak még egy üveggel. Egyetlen üveggel. Ja, jól van. Csak egy gyűszűnyit. Ó! Sajnálatos, hogy nem bírja tovább a Dudát, Angus bácsi. A Duda bírná, csak nekem volt elég. Tudod, minden áldott nap játszom rajta néhány órát. Most viszont menjünk és vacsorázzunk meg, fiam.
különlegességeket készítettem a tiszteletedre. Megkóstolhatod a skótok nemzeti ételét, a birkagyomrot. És vacsora után pedig csodálatos felföldi síratókat fogok játszani neked, hogy egy kicsit kikapcsolódhass. Kérsz még kávét? Kávét? Igen, köszönöm. Mint mondtam, behatóan tanulmányoztam azokat a drogokat és mérgeket, amelyeket a primitív népek már évszázadok óta ismernek és használnak. Nem csak mérgeket készítettek, hanem gyógyszereket, kenőcsöket, fájdalomcsillapítót, erősítőt, altatókat. Ez igazán érdekes, Roland. Itt meg a kávét, még meleg. Olyan nagyon... álmos vagyok, borzasztóan Azt hiszem, eleget ittunk. Hogyan, barátom, ez nagyon fog ízleni, feltéve, ha... Lenz, kedvesem, kérlek! Ez a nővérem. Jó, kinyitom. Nagyon köszönöm. Segítsek bevinni a tálcát? Nem venni át a tálcát, rettenetesen nehéz. Ó, milyen hűvös itt a levegő. Lenz, kedvesem, hoztam egy kis harapnivalót neked és a barátodnak. Milyen udvarias ez az amerikai fiú. Köszönöm magát. Remélem, hogy ízleni fog. De igen, nagyon incsiklandó. Köszönjük, igazán kedves. Pontosan 10:30 mutat az órán. Süket, mint az ágyú. Tényleg. Lady Agatha, ez itt Danny White. Ó, nagyon örülök. Ugye egyszerűen elképesztő, hogy az önök családjában milyen jellegzetesek a vonások. Mit mondod, kérem? Azt, hogy nagy a hasonlóság a családon belül. Ezt nem tudhatom, uram, az ön családtagjaival még sosem találkoztam. Nem az én családomról beszélek, hanem önéről, Brettről. Brett az unokaöccse is. Ó, a mi családunkban is ez a helyzet, ugye lesz, kedvesem? Állítólag az unokaöcsém Brett szinte az én kiköpött másom. És nagyon köszönjük a vacsorát. Már mondtam, hogy 10:30 van, azóta talán egy-két perc telt el. Ó, Lenz, majdnem elfelejtettem. Ismersz valakit, akit úgy hívnak, hogy Danny White? Én vagyok az. És miért nem mondta eddig? Én nem vagyok gondolatolvasó. Telefonja van, a könyvtárból beszélhet, jöjjön. Maradjon csak itt az ajtót, majd bezárom. Edd meg a vacsorát, Lenz, mielőtt kihűl! Lenz inkább szomjas, mint éhes. Meg mertem volna esküdni rá, hogy valahova ide tettem. Miért van itt ennyi üveg? Hello! Danny? Roland kereket oldott. El akart kábítani. Maguknál minden rendben? Igen, rendben. Halálbiztos, hogy Roland a mi emberünk. Utána akartam menni, de elrontott az autóm. Taxit hívtam. Telefonáljon Brettnek is. Igen. Viszlát. Hova a pokolba rakhattam azt az üveget, amit keresek? Hol lehet? Hol lehet? Talán itt fönt lesz. Na lássuk csak, melyik is az...
Köszönöm. Az lesz az. Ott van, látom. Visszafelé, ha kérhetném. Ne, ne! Igen, értem. Jól van. Euréka, ez az? És én még azt mondtam, nem elég testes bor. Szegény Lenz bácsikám. Igen, de legalább szép halála volt. Tudja, egészen biztos vagyok benne, hogy Roland az. És mitől biztos benne? Mert minden ő rátereli a gyanút, kivéve egyetlen dolgot. És pedig? Emlékszik a legelső temetésre? Igen. Nos, akkor Roland és Anzló együtt távozott a ceremónia után, nem? Uh-huh. Ha ez tényleg igaz. Hogy tudta volna Roland lelökni a virágtartót a teraszról, vagy megölni az admirálist? Tegyük fel, hogy mégsem együtt mentek el. Tegyük fel, hogy külön-külön indultak el, és az egyik visszajött, és lelökte a vázát. Brett megkérdezte Anzlót, és ő azt mondta, együtt mentek el. Álljunk meg egy szóra, és mi van, ha Anzló hazudott? Roland kitalált egy történetet, amivel eladatta Anzló gyanúját. Mellesleg Anzló egyáltalán nem volt egy észlény. Itt a kocsija. Tessék. Nem tudok vissza. Tartsa meg. Ha, milyen nagy a csönd. Ez egy fúvócső. Oh, Roland. Nyilvessző. Meghalt. Rémlik, hogy írt valamit akkor, amikor én... Két. Tudom, hogy egy percre sem hagynál magamra, ezért altatót adtam be neked. Azt hiszem, rájöttem arra, ki a gyilkos, de a te életedet nem akarom kockáztatni. Roland. Ó, nem. A dolgok jelenlegi állása szerint Mr. Bibi gazdaságosabb lenne, ha nyitna itt egy kirendeltséget. Ha így hullanak, adhatok kedvezményt. Nagy lelkű ajánlat, de remélem, mi többiek megmaradunk. Persze, megértem. Ám ha mégsem, akkor megegyezhetünk, lordom. Igaza van, nem valami fényes a helyzet. Igen, ezt jól látod. Végrendeletet csináltál? Lenyűgöz, hogy milyen előrelátó és vagy, Daniel. És elutaznál valahová. Na hát, szokatlan, hogy bárki így küld ajándékot. Feltételezem, hogy nekem jött. George, szálljon be gyorsan! Szerintem Havanna szivar van benne. Hogy Havanna? Egy dologban most már biztos lehetek. És pedig. Én vagyok a következő. Egyetértek. George.
Aztán odakint! Nyugodj meg, Brett. Angus biztonságban van a várában. Mm. Ne aggódj. Hittem volna, hogy egyszer még örülök a dudaszónak. Nem engedek be senkit! Hiába akar bejönni! Menjen innen az autójával meg a kürtjével! Ezen a kapun nem léphet be senki! Brett vagyok, Angus bátyám! A barátommal Danny Wilde-dal jöttem! Ha valóban Brett vagy, akkor tudnod kell, mit tettünk múltkor vacsorára! Birkagyomrot! Majd 4,5 órán át felföldi siratókat játszottál! Ó, Istenem, te valóban Brett vagy! Várj, azonnal beengedlek! Köszönöm! Ha a többiek is ilyen elővigyázatosak lettek volna, akkor még ma is élnének. Ezek meg még? Nézd, Csaba! Angus bácsi! Angus bácsi, ne nyúlj a kapuhoz! Ne! Szegény Angus bácsi. A világ legkedvesebb embere volt. Több milliót ér, hogy meghalt. Borzasztó, milyen lapos lett attól a nagy kaputól. Valaki egyszer azt mondta, hogy egy rokont elveszíteni szerencsétlenség, kettőt már gondatlanság. Oscar Wilde. Köszönöm. Én 6-ot vesztettem el, ez viszont szörnyű hanyagságnak számít. Most mi kezdesz? Egyszerű. Igen? Igen. Először is utána nézek, hogy az életbiztosításom rendben van-e. Másodszor... Aztán? Más nem kell tennem. Majd én intézkedem. Hogyan? Ezek között van a gyilkos. Ki kell ugrasztanunk a bokorból, nem? Jó, de hogy csináljuk? Brettel elviszük a herceghez, ugye két áldozat együtt lesz. Ez nekem nem tetszik. Könnyű célpontot csinálunk belőle. Semmi látványos óvintézkedés. Most már biztos, hogy nem tetszik az ötleted. Mikor végezni akar veletek, mi kész vagyunk, lecsapunk, és ennyi. Jöjjön két, beszéljünk meg. Hello, minden rendben van? Eddig igen. Kint olyan csend van, mint egy temetőben. Én ugyanezt nem mondhatom el. Ah! Maga kicsoda? Jézusom, a frászt hozza rám ezzel a vacakkal. Nos, akkor lássunk hozzá. Hát, én sétálgatok tovább. Én is magával megyek. Nem tudok itt várni. Szerinted én igen? De hát mondtam, hogy ne aggódj, én itt vagyok. Mi történhet? Jaj! Hát akkor majd jövünk. Ez a vadember a barátod? Nem maradunk a ház közelében? Remek célpontot nyújtanak a kivilágított szalomban. Pont ezt akarjuk. Megtettük a szükséges óvintézkedést. Miért nem szólt nekem? Mert nem akartuk, hogy tudja. Mostanában sokat gondolkodtam a családon. Különösen Wiggum Stanton unokabátyádon. Mi van vele? Ő a 14. az öröklési sorban. Nem lepődnék meg, ha ő lenne ennek az egésznek a hátterében. Wiggum bácsi? Ön viccel, hercegem. Wiggum egy valóságos szent. Nem vadászik, nem lő célba, sosem látni hölgyekkel, és évente 6 hónapot tölt egy monostorban. Pontosan ezért. Hogy lehet egy ilyen emberben megbízni? Jézusom, de sötét van. Az orrom is látok. Fény jön a kriptából.
Inkább ne menjünk oda, Danny. De. De. Jöjjön. Menjünk vissza. Maradjon mellettem, és ne csapjon zajt. Valamin ezt hallottam. Ha a rokonai motoszkálnak, akkor menten importus kapok. Csönd. Kérem, Danny, menjünk ide. Ugyan nincs mitől félnie. Hogy jól érzem magam. Temetkezési vállalkozó. Igen. De ha ő van itt, akkor hol van Roland? És hol van a puska? Kissé csalódott vagyok. Nincsenek meglepve? Pedig éppen ön talált holtan engem. Igen, halottnak tűnt, cselégzése, pulzus. Hogy csinálta? Egy droggal? Úgy lelassítja a szívverést, hogy szinte nem is érzékelhető. Csak egy orvosi vizsgálat deríthette ki, hogy élek. Megvesztegetted az orvost, hogy hallottnak nyilvánítson? Így történt. És a temetkezési vállalkozót. Sajnos vérszemet kapott, meg akar zsarolni. Már csak ketten vannak. És rád száll a címrólat. Ó, szerintem az a kettő négy. Még mi is itt vagyunk. Jól látja, barátom. Végük van. Danny! Tartsuk csak be a sorrendet. Először a herceg és Brett, és mellesleg jut eszembe, veled és vele sem lesz több gondom. Dannynek már itt kéne lenni. Azt mondta, hogy 15 percenként benéz. Jobb lesz, ha mindketten a kanapéra ülünk. Igen. Miért nem sült el másodszorra a puska? Elfelejtettem megtölteni. Ah, ennek örülök. Hogy értette azt, hogy se önnel, se velem nem lesz gondja? Fogalmam sincs, hogy értette, de abban biztos lehet, hogy előbb-utóbb kijutunk innen. Tudja, az egyik könyvemben a főszereplő egyszer egy pontosan ilyen szituációba került. Valóban, és mi lett vele? Átégette a vasrácsot. Igen. Némi kénsav segítségével. Remek, is honnan szerzett kénsavat? A töltőtollában tartotta, ami direkt erre készült, és mindig nála volt. A tintát hol tartotta? Na, jöjjön velem. Miért? Üljünk le oda, jöjjön de... csak. Na, üljön le, parancsoljon. Remélem, a bácsikám nem fog megharagudni. Segítsen egy kicsit. De hogyan? Tartsa a tenyerét. Úgy. Tessék, mit csinál? Látsz valamit? Nem is tudom. Igen. Valaki közeledik a ház felé. Remélem, tudod, hogy mit csinálsz. Ide bele. Kiszedte a lőport a töltényből. Jó ötlet. Remélem, hogy az. Jó lesz.
Elég hosszú ez a gyújtó zsinór? Igen, elég hosszú. Na jó. Tegye a zárba. Rendben. Maga szerint sikerül? Igen, igen. Egyszer egy filmben láttam, hogy Gary Cooper pontosan így szabadult ki egy börtönből. Gondolom, mi is kijutunk innen. Óvatosan. Nem volt kis régi ez a film. Ez az. Mi lett a film vége? Hát előkerült a börtönőr, és szíven lőtte. Ezeket a lyukakat be kell tömni. Na, már készen is vagyunk. Voilà! Tényleg régi volt az a film. Nem mozdulj! Sosem lesz a tiéd, Roland. Mindig is erre vágytam. Gyerekkorom óta ezt akartam. Valóban? És hogy akartad megszerezni? Egyszerű. Egy időre el akartam tűnni. Aztán hazajöttem volna Ausztráliából. És azt állítod, hogy nem téged öltek meg, csak összekevertek valakivel. Igen. Biztosan tudom, hogy sikerült és volna. És ha exhumálják a testet? Nem lett volna koporsó, de még kripta sem. 12 rúd dinamitot rejtettem el benne. Időzített robbanó szerkezettel együtt. Megsemmisít mindent. Többek között kétet és a barátodat. Bácsikám! Úgy sem tehetsz már semmit! Nincs miért aggódnunk. Brett nyakon csípi Rolandot, és nekünk nincs miért aggódnunk. És ha nem tudja nyakon csípni? Na, akkor elkezdhetünk aggódni. Daniel, hol vagytok? Nálad van a kulcs. Mi van? Jutnotok. Mi van? Nem tudom, hol a kulcs. Csak azt tudom, hogy a kripta fel fog robbanni. Mi? Időzítek, bomba van valahol. Na, most aztán aggódhatunk. Én ezt az oldalt nézem. Magáé, az az oldal, ez meg az enyém. Rendben. Nincs. Hát nincs. Hát mit nincs. Ha megpróbálnék elmenni, akkor tényleg lelőne engem? Megölné egy vérrokonát? A rokoni kapcsolat nem jelentett sokat nekem sem. Ezek után mit vársz? Nem hiszem, hogy meg tudna ölni. A helyedben én erre nem vennék mérget. Nem megy, nem tudom kinyitni! Ne mozdulj! Állj, vagy jövök! Igyekezzetek! Danny? Igen? Itt ketyeg valami. Jó. Itt. Fogjanak egy pillanatra, igen. Megvan! Gyorsan hozd ide! Visszarakhatja. Hozom! Csak óvatosan! Jó. Viszlát. Mi van? Nem, így nem tudom átvenni. Mit csinálsz? Ne! Tétlenkedj, fogd meg! Na, ez a... Most aztán majd... Ott.
most aztán rohanj! Mondtam, hogy nem kell aggódnunk. Évek óta nem randevúztam hölgyekkel, mit mondjak neki? Az majd jön magától. Ezekhez az ismeretlenül összehozott randevúkhoz már egy... Ne felejtj el, uram! Ön egy Sinclair? Sophie néni igazán tüneményes, meglátja, tetszeni fog önnek. Megjött, bevezetem. Várjon, egy virágot. Na de hát miről beszélgetek majd vele? Mi az, ami érdekli? Lovagol? Vadászik? Nem. Bronxban nem szoktak vadászni az emberek, de biztosan találnak közös témát. Parancsoljon, fáradjon be! Hello! További magyar hangok. Csúlya Imre, Rajkai Zoltán, Makai Sándor, Dobránszky Zoltán. Magyar szöveg Kis Nóra. Rendezőasszisztens Zöld Zsófia. Hangmérnök és vágó Lendvai Zoltán. Gyártásvezető Tamás Edit. Szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot a Szinkronművész csoport készítette. Produkciós vezető Legény Judit.